Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Enyhítés. Leszállította a bíróság a halálos balesetet okozó buszsofőr büntetési tételét. Küzdenek a jégverés ellen, Tolna megyében idén 56-szor kapcsolták be a megelőző rendszert. Mecénás díjátadó, több mint 200-an vehettek át idén oklevelet. Ünnepi etikett, az ajándékozásnak is megvannak a szabályai. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Enyhítette az ítéletet a bíró abban az ügyben, ami egy ismert Tolna megyei focista halálával végződő baleset miatt indult. A tragikus közúti balesetre még 2017-ben került sor, a férfi kocsijával egy szabálytalanul kanyarodó buszba csapódott. Oldalról fotózták a rendőrök, de így is látszik, hogy a felismerhetetlenségig összeroncsolódott a személyautó, a szabálytalanul kikanyarodó buszon is jól látszik az ütközés nyoma. 2017-ben a 6-os út tolnai elágazójánál történt a halálos baleset. Az autóban hárman utaztak, a sofőr egy fiatal, ismert megyei focista a helyszínen meghalt. Az egyik utasnak pedig maradandó károsodást okozott a baleset. A balesetet egy menetrend szerint közlekedő busz sofőrje okozta, nem állt meg a stopptáblánál, így hajtott ki a főútra. Az ügyben idén májusban született ítélet, a vádlott akkor percekkel az előkészítő ülés kezdése után beismerte a bűnösségét. Részletes bizonyítás nélkül az ügyet első fokon be lehet fejezni, amennyiben ezen bűnösségét elismerő nyilatkozatot itt megteszi a bíróságon. Az ügyész végül felfüggesztett börtönt kért a nyugdíj előtt álló, korábban soha nem balesetező buszsofőrre, a bíró végül ezt is adott neki. A bűnös közúti baleset gondatlankozásának vétségében a BTK 235 szakasz egybekezdésébe ütköző, a második bekezdés B pont szerint minősülően. Ezért a bíróság a vádlottat 2 év 4 hónap fogházra és 4 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítéli. A bíróság a kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtását 4 évi próbaidőre felfüggeszti. Az ügynek viszont itt még nem lett vége. Az eset ugyanis másodfokra került, aminek eredményeként a buszsofőr a májusinál most enyhébb ítéletet kapott. A 2 év 4 hónapos szabadságvesztés helyett csak 2 évre ítélte másodfokon a bíró. Az enyhítésre az adott okot, miszerint a vádlott beismerte a bűncselekmény elkövetését, megbánó magatartást tanúsított, idős korú és személyi körülményei is ezt alátámasztották, valamint nagyon nagyfokú és súlyú enyhítő körülmény volt az, hogy amennyiben az elhunyt sértett a biztonsági övét bekötötte volna, úgy bizonyossággal megállapítható volt, hogy a halálos eredmény nem következett volna be. A halálos baleset ítéletének enyhítésénél tehát kulcs szerep jutott annak, hogy az áldozat nem halt volna meg, ha be van kötve a biztonsági öve. Az ítélet jogerős. Évente 10 millió ember hal meg a magas vérnyomás, szaknyelven hipertónia miatt világszerte. Több mint felük nem tudott arról, hogy ilyen betegsége van, mivel sokáig egyáltalán nem okoz tüneteket, ám az elhanyagolt betegség számos szerv fokozatos károsodását okozhatja. A 3. szexádi hipertónia napokon az ország neves szakemberei 2 napon keresztül értekeznek a magas vérnyomás okozta betegségek kezeléséről, felhívva a lakosság figyelmét is a némagyilkosként emlegetett betegség. Legegyszerű mellékhatás nélkül kialakulhat az a nevezett Potter-szindróma. Magas vérnyomással, szaknyelven hipertóniával küzdő kismama gyógyszeres kezeléséről tartott előadást Várbíró Szabolcs egyetemi docens. A budapesti 2. számú szülészeti és nőgyógyászati klinika orvosa azt mondja, a terhes nők 3-8%-a szenved magas vérnyomásban, vagyis ez körükben gyakori kor és gyorsan tud romlani, akár életveszélyes betegség is kialakulhat belőle. 150/95 fölött szoktunk adni gyógyszeres kezelést. A alacsonyabb magas vérnyomás esetén elég lehet az életmódi kezelés, de hogyha hozzáadott rizikófaktorok vannak, vesebetegség például, vagy immunbetegségek, egyéb betegségek, akkor azért alacsonyabb vérnyomás értékeket, tehát a 140-150 közötti vérnyomást is kezeljük. A Szexádon 3. alkalommal megrendezett rendezvény alcíme idén a célértékek, célszervek. A magas vérnyomás ugyanis sorra megtámadja az ember szerveit különböző betegségeket okozva.
Az ország minden pontjairól érkező neves szakemberek előadásai éppen ezen tematika mentén haladnak végig. Mondja a rendezvényt életre hívó Kora Egészségvédő Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Ballassa János Kórház kardiológus főorvosa Benczúr Béla. A következő szekcióban a hipertónia és a szívbetegségek kapcsolatáról fogunk hallani. Utána az agyi keringés, tehát nagyon-nagyon érzékeny a agyi struktúrák, az agyi érhálózata, a magas vérnyomásra, a vérnyomás ingadozásokra, úgyhogy mind a szélütésben, mind a szellemi képességek hanyatlásában, a kognitív képességekben is sajnos ugye hosszú távon nagyon korai eltéréseket, hanyatlást tud előidézni a magas vérnyomás. Évente 10 millió ember hal meg magas vérnyomás miatt világszerte, több mint felük nem tudott arról, hogy hipertóniája van. Külön támogatást kapnak az egyes típusú diabétesszel élő gyerekek és családjaik a kormány új intézkedés csomagjának köszönhetően. Ennek az lesz az előzménye, hogy december 15-éig felülvizsgálják a gyerekek otthongondozási díja és az ápolási díj szempontrendszerét. Ezután a jogosultak 98%-os támogatással vehetnek majd inzulinpumpát és a hozzátartozó kiegészítőket. A támogatást 5 évente lehet újra igényelni, emellett biztosítani fogják az egyes típusú diabéteses gyerekek napi ellátását a köznevelési intézményekben. Felülvizsgálják a közétkeztetésre vonatkozó szabályokat, megteremtik a feltételeit annak, hogy a szülők által beküldött ételeket az intézményekben megfelelően lehessen tárolni, hűteni, melegíteni és tálalni, és bővítik a diabétesszel élők táborozási és sportolási lehetőségeit. Az intézkedés csomag 3500-4000 gyermeket érint. Megtartotta első ülését az újonnan megválasztott Bonyhádi képviselőtestület. A napirendek között szerepel többek között a város intézményeinek beszámolója, a Bonikon Kft. Igazgatójának megválasztása, aki továbbra is Farkas Attila marad, és szó esett a város közvilágításának további korszerűsítéséről is, aminek során újabb 100 lámpát szerelnek fel a település közterein. Hogy pontosan hol legyenek ezek a helyszínek, azt nem csak a műszaki osztály szakértelmével, hanem a lakosság jelzése alapján is figyelembevételével fogjuk megvalósítani. Zajlik ez a munka, amikor a legutolsó utca, legutolsó világítása is meg lett vizsgálva és felül lett vizsgálva, akkor fogjuk tudni ezt véghez vinni. Szélsőségessé vált időjárásunk az elmúlt években egyre többször sújtotta a dél-dunántúli régiót is jégeső. A jégkármérséklő rendszer kiépítésével viszont 70%-kal csökkentek a jégesők az országban, és így a mezőgazdasági termelők kára is jelentősen mérséklődött. Torna megyében idén 56 napon kaptak riasztást a generátorkezelők, és a rendszer több mint 344 órát üzemelt, hangzott el a NAK sajtótájékoztatóján Szekszárdon. Cseresznyen nagyságú jég esett Tamásiban június közepén. Ez volt a legnagyobb jégeső Tolna megyében idén. Ám amióta működik jégkármérséklő rendszer a megyében, jóval kevesebb kárt okoz a mezőgazdaságban, mondta Huszár István, a NEFEL a Dél-Magyarországi Jégeső Elhárítási Egyesülés igazgatója. A kárarány az egy objektív mérőszám, azt mutatja meg, hogy a mezőgazdasági kultúrának hány százaléka semmisül meg jégverésből adódóan. Tehát, hogyha 29 évet, amíg nem működött a talajgenerátor, a jégeső elhárítás, összehasonlítjuk, amióta mi működünk, a további 29 évvel, akkor azt látjuk, hogy 70%-kal csökkentek Baranya megyében a jégkárok. Országos szinten több száz, Tolna megyében 37 generátor kezelő áll készenlétben, és ha kapják a jelzést a telefonjukra a meteorológiai szolgálattól a jégesőről, azonnal működésbe hozzák a rendszert. Tolna megyében a legpontosabb munkát Németh Szabolcsné végezte. A Pusztahencséről érkező generátorkezelő munkájáért oklevelet vehetett át. A generátorkezelők április közepétől szeptember végéig tartó 169 napos védekezési szezonban országos szinten 101 napon kaptak riasztást, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei szervezetének elnöke. Tolna megyében azt tapasztaltuk, hogy az idei évben 56 napon keresztül történt beavatkozás, és ez 344 órát tett ki, de rendkívül eltérő, a 400 órától a 220 óráig országosan teljesen eltérőek ezek az üzemeltetési idők. 2018. május óta működik országos lefedettséget biztosító jégkármérséklő rendszer Magyarországon.
Több mint 200-an vehettek át elismerést Szekszárdon a mecénás tehetséggondozó program keretében Ács Rezsőtől, a város polgármesterétől. A mecénás díjat a tanulmányi vagy sportversenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és az ő felkészítőik kapják. Készfogás is járt az oklevelek mellé, na és persze pénzjutalom is. Az ösztöndíj programban azok a szekszárdi diákok vehetnek részt, akik sport vagy tanulmányi versenyen értek el kiemelkedő eredményt. Az osztálytenésszel a legnagyobb célom az a rendes olimpiára kijutni, rendes felnőtt olimpiára. A mecénás díját adón a hagyomány szerint nem csak a versenyeken jól szereplő diákokat ismerik el, ugyanígy jár a díj az őket felkészítő pedagógusoknak és az edzőknek is. Az idei tanévben elmondhatom, hogy a város szinte majdnem minden iskolájából van, úgymond mentorált gyerkőcünk. Általános iskolából felsorolhatom a Baka általános iskolát, aztán a gyakorló általános iskolát, illetve a Garai János általános iskolát, de vannak gyerekeink a középiskolából is. Ács Rezső Szekszárd polgármestere arról beszélt, hogy fontos elismerni azokat a tehetségeket, akik munkájuk során kiemelkednek a többiek közül, ráadásul úgy, hogy ezzel Szekszárd hírnevét öregbítik. Idén több mint 200 elismerést adtak át. A város marketing szempontból is nagyon fontos azt sugallni kifelé, hogy Szekszárd egy jó város, jó hely, minőségi hely, és sok fiatal tehetséges tanuló, versenyző, művész van itt ebben a városban, akik aztán lehet, hogy később nem ide térnek vissza, de mindenképpen Szekszárdiként fogják élni az életüket, és az, hogy ilyenkor összejövünk, és ilyen sokan vagyunk, én azt gondolom, ez sugallja azt az erőt is, amelyet a mecénás tehetséggondozó alap próbál meg sugallni, és próbál meg közvetíteni a külvilág felé. Az 1996-ban elindított mecénás tehetséggondozó program keretében 23 év alatt már közel 3500 diák és pedagógus munkáját ismerte el a szekszárdi önkormányzat. A családi, a céges és az állami ünnepek protokoll szabályairól tartott a tőle megszokott csípős humorral átszőtt előadás Szekszárdon Görög Ibolya. A protokoll szakértő azt mondja, az ajándékozásnak is megvannak a maga szabályai, ahogy annak is, hogyan kell egy többfogásos vacsorát végigülni. Több százan voltak kíváncsiak Görög Ibolya protokoll szakértő előadására Szekszárdon. A Babits Mihály Kulturális Központ színház termében folyamatosan felkacagott a közönség, mert a protokoll szakértő még egy olyan témát is, mint az állami és a magán ünnepeken való viselkedés, humorosan és lebilincselően tudott előadni. A protokoll szakértő kifejtette, hogyan és mivel illik felköszönteni névnapján a cégvezetőt, mivel és hogyan fogadjuk a húsvéti lucsolókat, és azt is, hogy miként illik átadni az ajándékot szeretteinknek. Nem az a lényeg, hogy mit adok, hanem hogy hogyan adom. Tehát az, hogy csak én, ilyet csak én tőlem kaphatsz. Ezt a csomagolással tudom megoldani. Tehát valami olyan, egy dobos csoki is olyan papírba, kicsit meghúzva, meg olyan kis rafiával, meg egy kis szálfenyőben. Lehet úgy csomagolni, hogy annak a csomagolásnak legyen lelke. Azon belerakom egy zacsikot, összefogja, hát annál illetlenebb dolog kevés van. Természetesen a céges karácsonyi partikon való viselkedés, evés, ivás, bemutatkozás szabályai sem maradhattak ki az előadásból. Görög Ibolya elmondta, az állófogadáson állva egy villával kell megenni az általunk kiválasztott ételeket, és nem illik leszopogatni a fogpiszkálót, miután a falatkát a szánkba vettük. Az előadáson szóba kerültek a karácsonyi menük sora, az alkoholos italok és fogások helyes sorrendje, és természetesen az ünnepi öltözék sem maradhatott ki a protokoll szakértő elbeszéléséből. A karácsonyi vacsorának föl is kell szépen öltözni. Még csak a szűk családban is együtt, az ünnepet tegyük ünnepi azért, hogy ne a tréningruhába, akrezetikába papucsba üljön oda, hanem valahogy legalább egy nadrág, meg egy ingazon a férfi. Tehát nem kell itt, mit tudom én, milyen öltöny meg csokonynak elő, de legalább egy picivel jobban nézzen ki, mindenkiesen meg, mint az ára. A szakember jó néhány szabállyal és tanáccsal zárta előadását. Kiderült, hogy az ünnepi asztalt nem a vendégek szedik le, hanem a vendéglátó. Görög Ibolya azt is elárulta, hogyan lehet illedelmesen, de határozottan hazaküldeni a vendégeket és véget vetni egy partinak. Regionális híreink következnek. Merre tovább, hova tovább? Pályaorientációs kiállítás és szakmai nap Pécsen. Akár milliós bírságra is számíthat a visszaeső munkáltató, sok a fekete foglalkoztatás az építőiparban. Országfásítás, japán cseresznyefákat ültettek Kaposváron.
Javában tart a verseny a felsőoktatási intézmények között a végzős középiskolások megszerzéséért, de a szakképző intézmények is szeretnének minél több fiatalt fogadni iskoláikban. Az óriási kínálat láttán elkél a segítség, ezt szeretné a Merre tovább, hova tovább pályaorientációs és szakmai nap, amit már harmadik éve rendeznek meg a Nagy Lajos Gimnáziumban Pécsett. Itt bemutatkozhatnak a felsőoktatási intézmények kínálatukkal, valamint a szakképző iskolák, de tájékoztatást is kapnak a fiatalok az általános tudnivalókról. Csütörtökön tartották az eseményt, ahová 1500 középiskolás látogatott el a megye településeiről. Merre tovább, hova tovább? Ezekre a kérdésekre keresték a választ középiskolások azon a pályaorientációs kiállításon és tájékoztatón, amit a Nagy Lajos Gimnáziumban rendeztek csütörtökön. Volt, aki határozott elképzelésekkel érkezett, de voltak bizonytalan fiatalok is. Gondolkodom még így a biomérnökön vagy környezetmérnökön. Színművész szeretnék lenni, és most a Kaposvári Egyetemet néztem meg, ugye a színművészeti szakot, az érdekel nagyon. Hát így konkrét elképzelésem még nincsen, valami szakma kéne érettségi után. A kínálati oldalon felsőoktatási intézmények próbálták meggyőzni a fiatalokat, hogy őket érdemes választani. Ilyen volt például a Dunaújvárosi Egyetem. 2 éves és 3,5 éves képzéseink vannak. A 2 éves képzéseket azoknak ajánljuk, akiknek a, vagy esetleg nem, úgy érzi, hogy nem fog úgy sikerülni az emelt szintű érettségi, vagy bármely érettségi, hiszen 240 ponttal be tudnak rá kerülni, nem kell emelt szintű érettségi. A felsőoktatás mellett a szakképző iskolák is kínálták képzéseiket, például a Zsolnai Szakgimnázium. Mi az idegenvezetők vagyunk, így hát ez az úgy utazunk, hogy más fizet érte. Az esemény egyik szervezője a megyei iparkamara volt. A szakmatanulás nem elvesztegetett idő, sőt segítséget jelent a tovább tanulásnál, mondja a kamara osztályvezetője. Azok a diákok, akik most már szakképesítést tanulnak, és egy technikusi szintű, emelt szintű OK és szakképzésben vesznek részt, ők akár 32 plusz pontot is kaphatnak a felvételi során, hogyha majd jövőre tovább tanulnak, vagy ugye azt követően. Az új szakképzési rendszerben pedig, ami jövő év szeptemberétől kerül bevezetésre, a technikusi szintű végzettség emelt szintű érettségének fog számítani. Ehhez még egy középfokú nyelvvizsga vagy érettségi egyenes utat jelent a felsőoktatásban az osztályvezető szerint. Az idei évben 22 felsőoktatási intézmény jött el hozzánk a Bőrzére bemutatkozni. 5 szakgimnázium és 3 szakkollégium vesz részt ezen a nagyszabású rendezvényünkön és segíti a diákokat a döntésben. Mondja a másik szervező fél. Közel 1500 középiskolást vártak a rendezvényre a megye minden településéről. Céljuk már harmadik éve, hogy minden fiatal megtalálja a neki megfelelő képzési irányt és formát. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai folyamatosan ellenőrzik a Baranya megyében zajló építkezéseket. Az adatok azt mutatják, még mindig jellemző a fekete foglalkoztatás. A visszaeső munkáltatók akár 1 millió forintos bírságot is kockáztathatnak alkalmazottanként. 2019-ben eddig 124 esetben tártak fel szabálytalanságot a revizorok, a kiszabott bírság pedig meghaladja a 30 millió forintot. Emellett a munkavállalót is több hátrány ér, ha feketén foglalkoztatják. Baranya megye építkezésein rendszeresen megjelennek a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai. Ezeken a területeken a dolgozók szabályos foglalkoztatását ellenőrzik. A tapasztalatok szerint nagyon ritka az olyan munkaterület, ahol minden munkást bejelentettek, legyen bármilyen munkaviszonyban. Azonban, ha szabálytalanul foglalkoztatják a dolgozót, hátrány érheti. Hiszen szolgálati időt nem tud szerezni például a nyugdíjhoz, vagy pedig az egészségügyi ellátáshoz való joga is sérülhet, hiszen ha nincs bejelentve, akkor nincs meg a fedezete az egészségügyi ellátásnak, és úgynevezett piros lámpás lehet például, hogyha elmegy orvoshoz. A visszaeső mulasztók az alkalmazottankénti akár 1 millió forintos bírságot is kockáztathatják, ha szabálytalanul foglalkoztatnak. Azok, akik dolgozni szeretnének, ellenőrizhetik a munkáltatót. A NAV honlapján például több adatbázist is átböngészhetnek az érdeklődők előzetesen, és akkor is, ha már dolgoznak. Le tudja ellenőrizni azt, hogy a munkáltató bejelentette, szabályosan bejelentette, és valóban arra az időszakra, amikor munkát végzett. Ez nagyon fontos, ugye a szolgálati idő miatt és az egészségügyi ellátás miatt is.
A fekete foglalkoztatás jelentős költségvetési kárt is okoz. 2019-ben az ellenőrzött építkezéseken eddig 124 esetben tártak fel az ellenőrök szabálytalanságot, a kiszabott bírság pedig meghaladja a 30 millió forintot. Japán díszcseresznyefákkal gazdagodik Kaposvár, a csemetéket csütörtökön ültették el a Kassa utcában. Az ország fásítási programhoz a Somogyi megyeszékhely is csatlakozott. Az eseményen Feldman Zsolt államtitkár hangsúlyozta, fontos, hogy a nagyvárosokban is növeljék a zöld területek nagyságát, ezzel is támogatva a klímavédelmet. Néhány év múlva ezek az elültetett facsemeték így fognak kinézni. Megújul a fasor a kaposvári Kassa utcában. 10 japán díszcseresznyefát ültettek már el ide, de folytatják a munkát. Ebben az utcában a 83 darab díszhalmafa, korosfa megöregedett és ifjítani kell, ezért úgy döntöttünk, hogy lecseréljük az egész fasort, és abban gondolkodunk, hogy ebben az évben még mindenképpen szeretnénk befejezni az utcának mind a két oldalát. 22 ezer fa található Kaposváron, ebből 1200 idős, 80 és 120 év közötti, főként platánok, hársok és vadgesztenyék. Mint azt Szita Károly polgármester kiemelte, a Somogyi megyeszékhelyen 2030-ig 6000 új fát ültetnek. Amelyet ne úgy tessenek majd elképzelni, hogy 6000 új fa jelenik meg, mert helyünk se lenne, hogy hova ültessük jelentős részét ebben a városban, hanem az, hogy elkezdjük a kaposvári fáknak az erőteljesebb karbantartását és a szükséges akkora fiatalítását. Az Agrárminisztérium országfásítási programjának részeként ösztönzik a földtulajdonosokat arra, hogy erdőt telepítsenek. Az ezt célzó támogatásokat 80-130%-kal növelték meg, emelte ki dr. Feldman Zsolt államtitkár Kaposváron. Hozzátette, az állami erdőgazdaságok is telepítenek erdőt. Az állami tulajdonú erdőgazdaságok most a következő év tavaszáig lényegében 550 hektár területen, részben 2 millió facsemete, részben pedig 100 tonnányi mak ültetésével hoznak létre új erdőket, olyan új erdőt, amely gyarapítja hazánk erdőállományát. A következő 3-5 év során 25 ezer hektárnyi új erdő települ Magyarországon. Ez mintegy 100 millió fát jelent. Ezek nem csak jobbá teszik a környezetet, hanem 350 ezer tonnányi széndioxid elnyelésével a tisztább levegőhöz is hozzájárulnak, tette hozzá az államtitkár. Somogy megyében a Sefag ZRT idén 60 hektárnyi erdőt telepített, 220 ezer csemete és 24 tonna mag került az erdőkbe. 2010 óta több mint 300 hektárnyi erdőterülettel bővítették Somogy erdeit. Tudományos konferencia, kiállítás és gála. Ezekkel is készül a Kaposvári Egyetem Ripper-Rónai Művészeti Kara 15 éves jubileuma alkalmából. A november 26-i egésznapos programra nem csak a jelenlegi, hanem az egykori hallgatókat is várják, akik ízelítőt is adnak munkáikból. Legyen szó színházművészetről, fotózásról, jelmez vagy díszlettervezésről. Már készül a kiállítás a Ripő galériában, ahol a művészeti kar egykori diákjai mutatják be, hová is jutottak a diploma megszerzése óta. Van, aki jelmezterveket, más díszleteket készít, de egyéb vizuális munkákból sem lesz hiány a tárlaton. Több mint 20 művész vesz részt. Nem nagyon tudtunk meghatározni előzetes tematikát, tehát ez nem egy olyan kurált kiállítás, ahol valami filozófiai gondolat, koncepció vagy vizuális tematika stílus szerint gyűjtöttünk volna be munkákat. Minden volt hallgatótól azt kértük, hogy egy szerelemprojektet, vagy valami, ami őt nagyon jól kifejezi, és a mai munkája, tehát mindenképpen a tanulmány, az itteni tanulmányai után készült, tehát a mai profi munkáiból válogasson, mert hogy ez nagyon fontos az itt tanuló hallgatóknak, és ráadásul ugye ebbe a ünnepi tematikába is illik. A 15 éves jubileumot változatos programokkal ünneplik majd a Kaposvári Egyetem művészeti karán. Az elmúlt 15 évben itt végzettek közül sokan fogadták el a felkérésünket, és Oll Tamással, a Csiky Gergely Színház művészeti vezetőjével, aki egyben ugye az egyik legkorábbi végzett hallgatónk, fognak egy műsort adni. Tehát mindenki megtalálja a számítását, az is, aki szeretné arról bővebben tájékozódni, hogy tanítható-e a művészet, mert erről szól a tudományos konferenciánk, az is, aki meg szeretné nézni, hogy milyen képeket alkottak képzőművész, fotóművész hallgatóink az elmúlt másfél évtizedben.
A jubileumi program részeként lesz fényfestés és fáklyás felvonulás is Kaposvár belvárosában. A november 26-i keddi programra nem csak a jelenlegi, hanem az egykori hallgatókat is várják, hogy együtt idézzék fel a művészeti kar elmúlt 15 évét. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Enyhítés, leszállította a bíróság a halálos balesetet okozó buszsofőr büntetési tételét. Küzdenek a jégverés ellen, Tolna megyében idén 56-szor kapcsolták be a megelőző rendszert. Mecénás díját adó, több mint 200-an vehettek át idén oklevelet. Ünnepi etikett, az ajándékozásnak is megvannak a szabályai. A hétvégén számottevő csapadéktól már nem kell tartanunk, és többnyire a napsütés lesz túlsúlyban. A szél szombaton még élénk, helyenként erős, majd vasárnaptól keddig gyenge lesz. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, viszontlátásra!